Egyre nehezebb lesz bekerülni a főiskolákra és az egyetemekre. Már számos szakra előfeltétel az emelt szintű érettségi. Újdonság például az, hogy az emelt szintű érettségiért 45%-os teljesítmény után lehet csak többletpontot kapni. Idén több szak is kizárólag költségtérítéses formában indul. Igazából egyetlen nyitott kérdés van, mégpedig az, hogy melyek lesznek azok a szakok, ahol állami ösztöndíjas helyeket nem biztosít az állam. Egyenre 16-ot emlegetnek, ebből a Széchenyi István Egyetemet jóval kevesebb érint, hiszen nem mindegyik szakon működünk. Író Béla főtitkártól azt is megtudtuk, hogy a Széchenyi István Egyetemen a műszaki képzés a meghatározó, amit minden bizonnyal továbbra is támogat az állam. Bízunk benne, hogy amikor a miniszter majd meghatározza, hogy melyik intézményben mennyi állami ösztöndíjas helyet finanszíroz az állam, akkor a tavalyihoz hasonlóan olyan nagy keretszámot fogunk kapni, ami a tavalyihoz hasonlóan gyakorlatilag minden mérnök szakra jelentkező számára biztosította az állami ösztöndíjas tanulás lehetőségét. A pontszámításban nem lesznek változások. 400 pontot lehet hozni a középiskolából, és további 100 pontot lehet többletpontként megkapni. Úgy tudjuk, a jogász, a közgazdász és a nemzetközi tanulmányok képzéseket nem támogatja majd az állam.